megmutatták sokoldalúságukat a Muzika Beáta vegyes kartagjai farsang alkalmából. A kórustól megszokott, hogy a nagyobb ünnepekhez igazodva hangversennyel várja a szentendrei és környékbeli közönséget. 73 évvel ezelőtt alakult a kórus, melynek tagjai között megtalálható minden korosztály képviselője. Ez hozzájárul a színes, egyedi hangzáshoz. A kórus nagyon vegyes összetételű, ahogy a neve is mutatja, vegyeskart, tehát férfiak és nők egyaránt alkotják, négy szólamba énekelünk általában, és Szentendre és környékbeli településekből jönnek hozzánk a tagok. Életkorilag is nagyon változatos az összetétel, 20 éves a legfiatalabb tagunk, és 73 éves a kórusunk, és az alapító tagunk van még egy, aki nemrégiben, a közelmúltban ünnepelte a 89. születésnapját. A pandémia elmúltával is igyekeztünk eleget tenni a meghívásoknak, legutóbb Kőszegen és Baján vendégszerepeltünk Szentendrén kívül, illetve Budapesten a Hubai Zeneiskolában volt egy karai kórus találkozó, ahol részt vettünk novemberben. Szeretnénk újjá szervezni a túlkomáromi észak-komáromi Concordia kórussal a kapcsolatot, hiszen ez egy nagyon régi kórus kapcsolat, és természetesen nem csak kórus testvér kapcsolatok céljából utazunk külföldre, hanem abszolút kirándulás turisztikai céllel is. A Harmónia Alapítvány az egyik legrégebbi alapítvány a Szentendrének, és mindenféle adományt nagyon szívesen fogadunk, leginkább a pénzbeli adományt tudjuk felhasználni, mivel nagyon szűkösek a források, mind a pályázati, mind pedig sajnos az önkormányzati támogatásunk nem megoldott jelenleg. Tehát ami most kórus élet zajlik, az mind a tagok egyéni hozzájárulásából, illetve egy NK-s pályázatból. Mögöttünk látható kreatív alkotások, a kórustagoknak a munkái. Arra gondoltam, hogy mutassuk meg, hogy milyen kreatív ez a társaság, hiszen nagyon sok alkotó ember vesz rajta részt. Vannak, akik hangszert ragadtak, tehát vannak, akik muzsikálni fognak, de egyéb alkotások is megtekinthetők. Ezeket el fogom majd mondani a műsor során. Orgovány Anikó festményét látjuk, és nagyon sok úgymond amatőr művésznek az alkotását, aki még hivatásos, az Horn Enikő, aki a saját márkát képviselő táskájával van most itt jelen. Erre az esztendőre a legnagyobb célunk, amivel indultunk, hogy a közösséget újjászervezzük és újjáépítsük, hiszen egyharmaddal cserélődött a kórustagság, nem is cserélődött, inkább úgy mondanám, hogy megnőtt, hiszen a pandémia után olyan 30 fővel működtünk, most pedig hála Istennek a 40-et is elhagytuk. Ennél többen tartoznak a kórustagsághoz, de ezen a koncerten most 40 fölött 1-2-vel veszünk részt. Tehát ez a legfontosabb, aztán pedig, ahogy telik az év, megvan a szokott rutinunk, tehát virágvasárnapi koncertre készülünk. A legnagyobb tervünk idén a Wolf Misének a zenekaros bemutatója. Ezt mindenképp szeretnénk, erre nagy erőkkel gyűjtjük az anyagi forrást, hogy sor kerülhessen rá. És aztán, ahogy diktálja az év, tehát ősszel is szokott lenni helyben Árszakra koncertünk, aztán pedig az adventi koncert, és akkor ezek közé férnek bele az apróbb kis kirándulások Szentendrén kívül. Saját kórusművel rendelkezik a vegyeskar, amit Wolf Péter, Erkel Ferenc díjas zeneszerző komponált. Legfontosabb a számomra, hogy különböző világnézetű, különböző foglalkozású emberek most már sok tíz éve tökéletes békességben élnek egymással, közös szenvedélyük a zene, összejárnak, egyszerűen szeretik egymást, úgyhogy azt mondom, ez a trükk a dologban. Tanártól kezdve kétkezi munkásig minden akad benne. Van olyan tagunk, aki az alapítás óta tagunk. Fantasztikus érzés valaki olyas valakivel énekelni, aki a történelmet ismeri és képviseli a kórusban. A kórus neve a Muzika Beáta, az is meg lett örökítve egy dalban. Azt mi írtuk ezzel, tudom én hány éve, Fülöp Kálmán barátommal. Énekelték a misémet, amire nagyon büszke vagyok, és amire nagyon hálás vagyok, hogy a kórus egy ilyen kemény fába vágva a fejszét tényleg fantasztikusan teljesített. Nem is tudom hirtelenében, mi van még. Írtam a gyerekek számára is, de azt sem tudom, hogy ezek mikor kerülnek előadásra, mert e fölött tényleg nem én döntök.
mindenki hozzáad. Tehát az, amit én kitalálok, az egy üres papírdarab. Teljesen egy élettelen papírdarab, egy kotta. Szerintem, hogy nem tudjuk úgy élvezni, mint egy festményt, vagy egy könyvet, amit mindenki saját maga elolvas, egy film, amit megnéz. És itt a zenéhez kell egy közvetítő, és majdnem mindig optimális esetben persze hozzáad. Tehát az alapanyag, amit én szolgáltatok, az átmegy azon a szűrőn, amit ezek az emberek jelentenek. És miután lelkük van, meg egyáltalán ezt, amit az egészet csinálnak, szeretik, a dologban mindig jó sül ki. A munkaterületén több tervem van, mint amit el fog tudni végezni, és hogy az esztendőtől mit várok? Békességet várok az esztendőtől, minden tekintetben, nem csak a világban, hanem kisebb közösségekben is, magunkban is. Itt lenne az ideje, hogy az emberek egy kicsit az értékrendjüket visszafordítsák arra, ami a pandémia alatt volt, ahol a belső értékek nagyobb hangsúlyt kaptak, a békesség, a család, egyáltalán a szeretet nagyobb szerepet kapott. Ezt szeretném. És azt szeretném, hogy a karácsony lenne minden nap, akkor úgy viselkedünk, hogy az egész évben kellene. A széles zenei palettát bemutató koncertet követően tavasszal is találkozhat majd a szentendrei közönség a kórussal, amikor újabb művek csendülnek fel tolmácsolásukban.